Az első szülésélmény hozta meg akkor ezt a magabiztosságot, hogy ó, hát megy ez nekem, hogy mehet az otthon szülés. Éljen, minden adott végre, meg lett a saját területünk. A férjem nagyon buzgón dolgozott a felújításon, hogy meglegyen a beköltözés, mielőtt érkezik a baba. És hát azt hiszem, a kiírt dátum előtt egy hónappal sikerült beköltöznünk a végleges otthonunkba, remélhetőleg. Ami egy hatalmas élmény volt nekem, hogy ide szülhetem a kisfiamat oda, ahol fel fog nőni. Hát nyilván jöttek családon belül is olyan reakciók vagy kommentek, amik nem estek annyira jól, mert látszott, hogy nem ennek a támogatása van bennük. Folyamatosan ez a mondat jött elő sokak, még orvosok, egészségügyi dolgozók szájából is, hogy ez veszélyeztetés se a kisbabának, vagy az életünknek, hogy tényleg, hogy ez a megfélemlítés zajlik valahogy ezzel kapcsolatban, ezt sosem értettem, hogy ez honnan jön, miközben az én dédnagymamám 11 gyermeket hozott a világra, bábákkal, vagy nem bábákkal, nem tudom, hogy mindegyikhez odaértek-e, teljesen egészségesen, és hogy ez nem is volt olyan régen, tehát a nagymamám még otthon született. Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez hogy lehet, hogy ilyen rövid idő alatt ez így elfelejtődött, hogy egyébként ez egy nagyon egyszerűen abszolválható feladat, hogy szüljünk. És kiköltöztünk falura, erre a csodálatos helyre, és azt reméltem, hogy majd milyen jó lesz itt vidéken, biztos, hogy sokkal nyitottabbak lesznek erre. És azt tapasztaltam, hogy itt még inkább valahogy furcsálták, legalábbis abban a faluban, ahol most mi élünk, nagyon furcsának tartották, hogy abban a házban született a pici, ami ott van a faluban. És hogy hát ez hogy? És én meg meglepődtem, hogy ezen meglepődnek. Valahogy annyira természetesnek éreztem, hogy ez a legjobb dolog, hogy az ő szeretetteli közegébe, az általam választott kísérőkkel, nagyon felkészült szakemberekkel, mert ezek a bábák hihetetlen, tényleg le a kalappal, amilyen életutat bejártak, amilyen tapasztalattal rendelkeznek, és úgy ugye meg is van szabva, hogy kettőnek kell a helyszínen lenni, ami ugye már dupla annyi figyelem jut egy nőre, mint hogy a kórházban szülésznő vizsgálgatná, mert ugye az orvos igazából csak akkor jön be, mikor már a vége zajlik. Szóval azt éreztem, hogy ez még talán biztonságosabb is, mint hogyha bemegyek egy kórházba, és azt se tudom, mi történik velem, és kit kapok ki éppen, és az milyen hangulatban lesz. Nyilván voltak bennem félelmek, hogy na hát most mindenkinek ezt elmondom, és mi lesz, hogyha mégsem, de aztán rájöttem, hogy ez nem belőlem jön, hanem ezt a környezetből szedtem föl, hogy mi lesz, hogyha. Tehát, hogy nem érdemes ebbe így belegondolni, hogy milyen negatív kimenetele lehet. Miért nem arra gondolunk, hogy milyen pozitív kimenetele lehet ennek az egésznek? És próbáltam átállítani az elmém, hogy akkor én arra fókuszáljak, amit meg szeretnék magamnak teremteni, vagy amilyen szülésélményt szeretnék. És nagyon-nagyon szép éjszakán indult be a szülés. A nagyobbik fiam felkelt hajnali 2-kor, hogy ő szopizni akar, akkor még vele együtt aludtunk, és a cicivel tudtam csak visszaaltatni, és akkor adtam neki cicit, éreztem, hogy valami furcsa érzés támadt, ilyen görcszerű a hasamba, de nem kötöttem akkor még semmihez, ő visszaaludt, mert csak szóltam a férjemnek, hogyha lehet, altassa ő vissza a nagyobbikat, mert most egy kicsit olyan furcsa érzésem van, és én már nem tudtam visszaaludni, és elkezdtem mérni így ezeket a görcsöket, és ilyen 10 percesek voltak. Mondom, na hát elindult a folyamat, de jó. Hajnal volt, csillagos volt kint az ég, ilyen nagyon finom nyári szellő jött be az ablakon, nyitott ablaknál aludtunk, és akkor ott egy fél óráig teljesen egyedül méregettem ott a dolgot, és akkor a férjem is felnézett, hogy mi újság, mondta neki, hogy lehet, hogy ez már az lesz, és akkor együtt mértük, és egy jó egy órát fönt úgy töltöttünk el a sötétbe, hogy néztük egymást, hangolódtunk, és anyukám is épp ott volt nálunk, mert segített a nagyobbikkal lenni, meg így a ház körül tenni-venni, úgyhogy lent volt, és lent aludt a nappaliba. Ez egyébként egy légterű ház, tehát nincs elválasztva felső szint az alsótól, csak egy lépcső vezet föl, és akkor mi ott aludtunk akkor. Ő mondjuk talán azt remélte, hogy csak akkor lesz ott, miután már megérkezik a pici, de úgy alakult, hogy úgy szültem, hogy ő is ott volt a házban. És utólag ezért nagyon hálás voltam egyébként, pedig eleinte nem voltam benne biztos, hogy most szeretném-e, hogy az anyukám ott legyen, vagy ne a szülésemnél, mert nem voltam benne biztos, hogy ő amúgy ezt így szeretné-e látni, de nagyon-nagyon jól jött ez így ki, mert ő lehetett fönt a nagyobbikkal,
tehát ő őrizte az álmát, amíg én lent vajúttam, szültem. Ez a szülésem is nagyon gyors lett, végül is 3 óra volt az egész leforgása. A férjem gyújtott nekem gyertyákat a nappaliban, kinézhettem az ablakon, egy ilyen hatalmas fűszfa volt a látvány, ami lengett ott a szélben, egy elég szeles hajnal volt ez egyébként, mert gondolkodtam, hogy milyen jó lenne kint szülni, de akkor az egész valahogy ez a befelé fordulás felé vezetett, úgyhogy végül bent voltam a nappaliban, és ott született meg a kisfiam. És a nappali padlóján éreztem a legkényelmesebben magam, tehát megint az jött elő, hogy nekem a földhöz minél közelebb kell lennem, és egy jógaszőnyeg volt kiterítve a kanapi elé, és én ott letelepettem, és törökülésben próbáltam a fájásokat meglovagolni, a férjem ott volt végig, fogta a kezem, masszírozta a hátam, ugyanúgy hihetetlenül helytált, meg együtt csinálta ez egészet velem, mint az első szülésemnél, csak itt még otthonosabb és még intimebb volt a közeg. Tehát így a saját nappalinkban a hajnalodó napot nézni, hogy egyre világosabb van, de hogy a gyertyák fénye mégis adott egy ilyen meghitt hatást az egésznek, ez annyira mágikus volt számomra. És a bába úgy érkezett meg, hogy ilyen teljes csendben, csak letelepedett oda a nappalink másik oldalán, egy a lépcső, ami fölvezet, oda leült az alsó fokára, és onnan szemlélődött, és nem kérdezett semmit, nem nyúlt hozzám, nem faggatott, hanem ő csak ott megfigyelt. Ez egy olyan hihetetlen erőt adott, hogy azt éreztem, hogy ő bízik bennem, ő tudja, hogy itt minden rendben, minden zajlik a maga útján, és bármikor itt van, ha kell, de ő egyébként meg akarja hagyni nekünk ezt az intimitást, hogy ott, amiben épp a férjemmel benne voltunk egy ilyen nagyon intenzív, fájásos szekcióba, hogy ezt ő hagyta, hogy lefoljon, és ő mindent látott rajtam valószínűleg, hogy itt hol tartunk, mi újság, hogy neki itt ebben most semmi szerepe, ott van, hogyha bármi kell. De nagyon tetszett, hogy ő ezt így meghagyta nekünk, hogy csináljuk csak tovább úgy, ahogy eddig, mert minden szuperül zajlik. És végül is próbálkoztam én mindenféle pózokkal, de ugyanúgy ez a lábam a talajon, és így lent kellett, hogy legyen a lábam, és végre lehetett lent, mert a kórházi szülésnél ugye felemelték, és nagyon-nagyon jó érzést adott, hogy a lábammal stabilan tudtam magam tartani, a fájások közben, a tolófájásoknál is, tényleg néha így elemelődött a testem a talajtól, de a lábam mindig fogta a földet, és ez nekem egy olyan plusz erőt adott, talán nem is tudom, földanyától, hogy sokkal egyszerűbben ment így a folyamat, és sokkal gyorsabban is. Igazából fájdalmat úgy nem, az első szülésemnél sem éreztem olyan fájdalmat, ami megmaradt volna, hogy úristen, de fáj a szülés. Nagyon úgy éreztem, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ez igazából olyan, mint egy erősebb menstruációs görcs, derekam olyan, mintha leszakadna, de hogy ilyet máskor is éreztem, de jó, hogy ez a szülés, hát én azt hittem, hogy ez ennél fájdalmasabb lesz majd, és főleg így, hogy a férjem még rámasszírozott arra a területre pluszba, így meg pláne egy ilyen olyan megkönnyebbülés érzetek jöttek, mint amikor nagyon sokáig tartja valaki a vizeletét, és végre tud pisilni, na olyan érzeteim voltak minden fájás megszűnésekor, hogy de jó, micsoda megkönnyebbülés, milyen jó érzés, milyen jó, hogy jön a fájás, hogy utána érezhetem ezt a megnyugvást, ezt a beleengedést, hogy igazából milyen jók ezek a fájások, hogy vannak, mert még jobb a pihenő szakasz. Szóval nem folyt el a magzatvíz, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mikor fog elfolyni, és kérdeztem, mondtam a bábának, hogy nem folyt el. Mondta, hogy ez teljesen rendben van, amivel teljesen meg is nyugtatott, de mégiscsak ott maradt bennem ez a kíváncsiság, de hát akkor mi lesz a magzatvízzel? És egyszer csak kirobbant belőlem, tehát a kitolási szakasz jött, tehát szerintem közvetlenül, mert kirobbant belőlem a víz, szerencsére pont senki nem volt előttem, egyik oldalon a férjem, másik oldalon a bábám, fogtam a kezüket, az nagyon sok erőt adott egyébként, hogy szoríthattam a kezüket, és kirobbant a víz előre, és kiderült, hogy mekóniumos. De ezt is csak olyan megnyugtatólag mondta a bába, hogy picit zöldes színű. És abszolút nem volt pánik belőle, és én se éreztem azt, hogy ez bármi. Hát gondoltam, hogy mivel tovább volt bent a kisbabám, valószínűleg akkor ő már elkezd magának ürítgetni. De hogy az a mázli, hogy ez nem derült ki korábban, mert utólag kiderült, hogy ha előbb folyik el a vizem, és megtudják, hogy zöldes, akkor engem a bábáknak általában be kell irányítani a kórházba, és akkor ez egy kórházi szülés lett volna. Már kim volt a feje és a vállacskája, erre nagyon emlékszem, mikor eszembe jutott, hogy egyébként anyukám fönn van a fönső szinten a nagyobbik fiammal,
és vigyázza az álmát, és hogy ő valószínűleg végighallgatja az egészet, hogy én itt vajudok. Nem voltam nagyon hangos, de én azért éreztem, mert adtam ki hangokat, végre megélhettem, hogy kiadhatok hangokat, és nem szól senki érte, mert nem szökik el a levegő, ugyanúgy tudtam, sőt, még jobban tudtam nyomni. Tehát itt nem is kellett nyomnom, maga az inger is olyan természetesen jött. Tehát a testem átvette az irányítást, és csak így tette a dolgát, és én meg csak így beleengedtem magam, hogy tegyen úgy, ahogyan jönnek a dolgok. És fönt volt anyukám, és ez így beugrott ez a gondolat, mikor már kint volt a fiamnak a feje, hogy fönt van anyukám, és hallja, hogy vajudok, és hogy hát ha már itt van, ha már így adódott, hogy ő épp jelen van a szülésemnél, akkor ezt neki látnia kell, és felszóltam neki, hogy anya, hogyha hallasz, akkor nézd le egy pillanatra, mert kint van a feje, és mindjárt itt van. És akkor ő lekukucskált, mint kiderült utólag, ő nem feltétlenül akarta volna ezt így látni, de én valamire örültem neki, hogy ő ennek, ha már így itt van, és a részese, akkor így láthatta is az egészet, hogy hogyan szülök, hogy ez egy olyan szép és természetes dolog, olyan jó lenne, ha ezt így mindenki tudná, hogy tényleg ez mennyire egy hétköznapi, mert amúgy ez egész nap olyan volt, hogy olyan hétköznapian indult, vasárnap volt egyébként, tehát nyilván hétvégi hangulatunk volt, főleg, hogy anyukám is ott volt segíteni, meg nem számítottunk rá, hogy pont aznap indul el a szülés, de egy olyan ünnepnappá avatódott, csupán a természetességével az egész folyamatnak ez a nap, hogy pont meg volt beszélve, hogy délután érkezik a nővérem és apukám is, és akkor maradtunk is ebbe, miután megszületett a kisbabám, egyből ugye rajtam volt, és csodálatos volt az is, hogy hagyták, hogy a méhlepény is akkor szülessen meg, amikor szeretne, ez körülbelül egy óra volt egyébként szerintem, utólag számítottam vissza, sokkal rövidebb időnek tűnt. De az volt, hogy a nagyobbik kisfiam fél órában azután ébredt föl, hogy megszületett a picúr. Ez is olyan különös számomra, hogy nem voltam alapvetően halk, tehát én azt gondoltam, hogy arra simán felébred, de ő édesdeden átaludt az egész szülést, és mert fél órája ott volt rajtunk, mert megvolt ez, hogy akkor megérkezett, de jó, még bennem volt a méhlepény, össze voltunk kötve a köldökzsinórral, a férjemnél is volt már a picúr, mert viszonylag hosszú volt, úgyhogy lehetett rajta is, ott nyugodott meg egyébként a nagy sírás után, utána rám került, megtalálta a mellemet, és akkor lejött a nagyobbik fiú, odajött, megsimogatta a pici fejét, engem megölelt, és ott voltunk együtt, és láthatta, hogy ott van a kisöccse, és meg se lepődött, hogy ő már megérkezett, és ott van. És emlékszem, hogy a méhlepény az akkor kezdett megindulni a megszületése, mikor mind a ketten elkezdtek szopizni rajtam, és ez egy olyan gyönyörű pillanat volt, hogy a pici is rátalált a mellemre, és a nagy is épp akkor úgy döntött, hogy akkor szopizik, és ez az oxitocin adag, ami ott felgyülemlett bennem, ez a szeretet, ami átjárt, hogy itt a két kisfiam, és matatnak egymással a mellkasomban, és fogják egymás kezét, és láthatom őket így együtt, és hogy megszületett a pici, és ilyen gyönyörűen, hogy ez hozta meg, hogy végül is megszületett a méhlepény, ezt itt most már emlékeztem rá, éreztem is, hogy jön ki belőlem, kettőt még egy picit nyomnom is kellett, szóval, hogy volt most már élményem a méhlepénnyel, és nem úgy, mint az első szülés, nem is emlékszem, hogyan jött ki. És a bába megkérdezte, hogy akkor megnézzük-e, meg hogy eltesszük-e, és mondtuk, hogy igen, elvitte lemosni, a férjem vághatta el a köldökzsinort a szemem láttára, ezt is láthattam, hogy történik, és jó volt, hogy ott volt anyukám, hogy elvihette a nagyobbat, utána egy kicsit sétálni, hogy még egy picit ismerkedjünk az újszülöttel, ott tudtam hagyni a férjemen, amíg lezuhanyoztam, erre a bába javaslatára mentem el, egyébként annyira fürdőztem az egész emlékben, meg magában a történésben, hogy eszembe se jutott lezuhanyozni, de azért jó volt, jó érzés volt a végén. Kicsit egyedül ezt így, akkor elbúcsúzni ettől az időszaktól, hogy ilyen sokáig ott bent volt, és hogy ilyen szépen jött, és ilyen szép napot választott arra, hogy megszülessen. És akkor ott a zuhany alatt megköszöntem, ott volt mellette a zuhanyzó mellett a méhlepény, és megköszöntem neki is az áldásos munkáját, és ez is olyan jó volt, hogy erre is volt idő, meg volt tér, hogy ezt megtehessem. Szóval csodálatos volt, és olyan egyszerű, és olyan szép, olyan egyszerű volt az egész, és hogy a gyermekágy is egy ilyen áldott időszak lett, és egyből ott lehettünk együtt, és otthon voltunk, és nem kellett még a hazautazásra is gondolni, meg kivárni ezt a pár napot a kórházba, hogy hadd mehessek végre haza, hanem ott voltam a saját kis közegemben, és a szeretett terünkben, és a szeretett emberekkel körülvéve. Tehát ez egy fantasztikus érzés volt.
tényleg.